Mintegy 4 kilométeres szakaszon kezdődött meg máiban a csapadékvíz elvezető árkok kiépítése az elmúlt hetekben, amely közel 141 millió forintból valósul meg. A munkálatok első szakaszát a Bem József, Munkás és Bercsényi utcákban kezdték el a páros oldalon, amely a legkritikusabbnak bizonyult. A lakossági fórumon elhangzott javaslatokat megvizsgálták a szakemberek, és a lehetőségekhez képest igyekeztek bevonni az építő ötleteket. Ám a kivitelezést végző cég építésvezetőjével is van lehetősége a lakosoknak egyeztetni, de a jelenlegi beruházáson csupán észszerű keretek között lehet bővíteni mérnöki egyeztetést követően. Ez egy régen kezdődött folyamat, és hosszú ideig fog tartani, úgy gondolom. 2013-ban elnyertünk egy pályázatot, ahol a helyőmolomálók rekonstrukcióval megtörtént, és ez volt a feltétele, hogy folytathatjuk a további pályázatokat, a csapadékvíz elvezetés kiépítését. Azért mondtam, hogy ez egy hosszú folyamat lenne, hiszen az egész településen probléma a csapadékvíz elvezetés. 4 kilométer szakaszon nyertük meg ezt a pályázatot, ez az egyik leghosszabb folyóméter, amit itt a megyében megnyertek. A pályázatban nem jutott arra pénz, hogy a kapuvállók helyreállítására is jusson pénz, és ezért ezt önerőből kellett megoldanunk, erre 16 millió forintot fordítunk rá. De nagyon örülök neki, hogy ezt a 4 kilométert megítélték nekünk, és elnyertük ezt a pályázatot, ami 140 millió forintba kerül, ez a 4 kilométeres szakasz kivitelezése. Ebből 102 millió forintot kaptunk támogatásként, és ugye, mint említettem, 16 milliót hozzáteszünk önerőként. Szeretnénk mindig zökkenőmentesebben megvalósítani a kivitelezést, ezért a helyi építésvezetőt meg lehet keresni, a Dégesztor nyerte meg a pályázatot, és a helyi építésvezető Borsos Ivánt lehet nyugodtan keresni bármilyen kérdéssel, szívesen állunk mindenki rendelkezésére. Szeretnénk, hogyha ez a beruházás mindenkinek örömet okozna. Jó visszajelzéseket kaptam, türelmesek a lakók, és azt meg szeretném köszönni, és reméljük a további folyamatok is ilyen hangnembe, hangulatba fognak zajlani. Itt a csapadékvízzel kapcsolatban is a tetőkről, illetve a lakóépületekről összegyűjtött csapadékvízzel kapcsolatos kérdések a kiépített árokban nem lehet bevezetni, hiszen ez rendelet szabályozza, hogy a keletkezett csapadékot el kell elszikasztani. Tehát ez az árokrendszer, amit méretezve van, ez nincs arra méretezve, hogy minden egyes lakóépület tetőzetéről lejövő vizet el tudjon nyelni. Az átadásig meg szeretnék kérni mindenkit, hogy a beépített betonelemekhez ne nyúljanak, ne fúrják, ne faragják, ne vezessenek bele semmit, mert a műszaki átadásnál ez probléma lesz, hogyha esetleg a beépített elemek már átalakítva vagy megbontva lesznek. A kivitelezés előtt tartottunk lakossági fórumot, lakossági tájékoztatást. Itt felmerültek igények a kivitelezéssel kapcsolatban, amit figyelembe fogunk venni, de az elnyert pályázatot a tervek szerint kell megvalósítanunk. Már elkezdtük a lakossági igényeknek megfelelően, illetve a lakossági javaslatoknak megfelelően a terveket módosítani, illetve nem is módosítjuk ezt, hanem hozzá teszünk még plusz dolgokat, hogyha lehetséges. Tehát ezt a mérnökök fogják megtervezni, kigondolni, és először geodézia kell hozzá, és ha a szintek megengedik, akkor természetesen megpróbáljuk úgy kialakítani a csapadékvíz elvezetést, hogy az mindenkinek a megelégedésére szolgáljon.